A mezőségi dombok között megbújó szék mára már fogalom a magyar népművészetben, kultúrtörténetben. A világtól elzárt település lakói, mintha egy szigeten élték volna át az évszázadokat. Olyan sajátos kultúrát fejlesztettek ki, amelynek ma is messze földön csodájára járnak. A turisták sokasága mindennapi látvány a faluban. Aki Erdélybe jön, az megpróbálja széket is útba ejteni. Isten hazat, ti most széken vagytok, a bölcsei a Magyar Táncház mozgalom. Három utca van, Felszeg, Csipkeszeg, Forrószegen, és mindenhol régen volt egy privát táncház. Aki ott élt, tetszik vigázni a fiatalok, és is a fiatalok kell valami mulatni. És minden utca volt ilyen ház. Nem csak táncház volt, de is fonó. Hétköznap a gyerekek fonót, pletykázt, énekelt, ki a legcsinos fiú bent a falu, és csütörtökön, szombat, vasárnap jött a fiúk, jött a zenész, és táncház volt. De ilyen hely, csak szabad táncolni, aki még nem házasságsz. Miért aki már házasságsz, hopp, men haza, vár a felesége. Van szabály. Vasárnap már Isten tisztelet után már kezdődik a tánc. Ez a csipkeszegi táncház, és 1940-től 1988-ig itt mindig táncház volt, és fonó. A széki kalapban mosolygó házigazdát, akinek beszámolóját első hallásra nehezen lehet megérteni, a faluban mindenki Holland Mihályként emlegeti, lévén, hogy tényleg onnan érkezett. Eredetileg ő maga is turista volt, de az erdélyi magyar népművészet, a széki tánc iránt érzett oldhatatlan szeretete eldöntötte sorsát, széken telepedett le. A kezdetekre így emlékezik. 1990 először jártam széken, és hát csak 300 méter bent a falu, mondta egy ismerős barát van, itt mindenhol van széki tiszta szoba, és mi valahol álltunk és néztünk egy tiszta szoba. Szomjas voltam, kaptam kicsi víz, ez pálinka volt, egy pálinka, két pálinka, három pálinka, még egy zöldbab leves, még egy pálinka, és tiszta teljesen bedugtam, és éjfél után ők vitt nekem egy szép tiszta szoba, de én már nem emlékezik ez a perc. Csak fél hét korán reggel fél ébredtem, és gondoltam, Istenem, hol vagyok? Egy hatalmas szép szoba, egy ilyen nagy ágy, és kinyitom az ablakok, és látom csak székiek székibe, lovacskuci, szekélykuci, hallottam egy kovács csinálni a munka. Tényleg, mint egy esti mese, elesz csodaországban. Holland Mihály panziója, múzeuma, táncházként használatos csűrje nem az egyetlen vendégfogadó hely a faluban. Mindenki, aki beszeretne kapcsolódni az idegenforgalomba, kialakítja a maga sajátos kínálatát. Sipos Pista portája nem csak a hagyományos széki szobák hangulata, a rendezett udvar, a muskátlíktól virító tornác miatt vonzó, hanem azért, mert a látogatók betekinthetnek egy széki háztartás mindennapjaiba is, sőt a 70 éves Sári néni és fia Pista a széki tiszta szobát is megmutatja. Ki nagyon hagyomány szerető, annak egy különlegesség, hogy eljön ide, és azon kívül, hogy egy nagyon hagyományos helyen van lehetősége megszállni, meg egy igazi felújított pajtába is. Ez egy igazi élmény. Pap Zsoldos Erika és Kertész Zsuzsa a Széki Turisztikai Hivatal munkatársai tartanak velünk. Ők azok, akik arra vállalkoztak, hogy úgy mutatják meg Széket, hogy a máról, tegnapról és holnapról is fogalmat alkothatunk. A tiszta szobában a hagyományos bútordarabok vetett ágy mellett a ládákban, kanapéban igazi kincsek rejlenek, Sipos Sári néni felbecsülhetetlen értékű ruhatára. Minél idősebb valaki, annál sötétebb ruhába jár, annál több fekete van rajta, és a pirosat felváltja, hát egy sötétebb árnyalata a bordó, vagy a pirosnak
valamelyik más sötét árnyalata. Minél fiatalabb a lány, azok minél élénkebb, minél vidámabb színeket hordanak. Tehát a pirostól, tehát rajtuk is van fekete, mert a mellény, a széki mellény az szinte mindig fekete, de piros a szoknyájuk, piros a kötény, amit maguk elé kötnek. Itt látunk a vetett ágyat, a ládát, a kanapékat, az mind a lánynak a hozománya kellett, hogy legyen, és általában a lány ruháit tárolták. Mert nyilván egy nőnek sokkal több ruhája volt annak idején is, mint egy férfinak. Tehát a férfi viselet viszonylag egyszerű, a női viselet az, ami tulajdonképpen sokszínűbb. De hát akkor itt felmenem a ládát, és megmutatom azokat a darabokat, amiket Sárnyi segít, legyen szíves. Ezeket hordják a kivehetem. És mondtam, hogy megvan mindennek ugye a tárolási protokollja, úgymond, és akkor a legelső dolog az, hogy kibontom ugye itt az alját. Éppen azért kell ezt így tárolni, hogy ne menjenek ki belőle ezek a ráncok, mert hogy ez hatalmas munka, amíg ezt így leráncolják, leszedik. Most már vasalóval szedik régebben. Vízzel. Máskülönben ez is vízzel van. Itt be volt kortozva, és úgy vettem a ráncokat, és aztán akkor vizeztem, hogy lapuljon oda, mert szárazan szökett ki. Nem tartotta meg a ráncát, így van. Ez az egyik legértékesebb ugye felsínük, ez a szatin felsín, amit általában délelőttönként vesznek fel a templomba, vagy nagy ünnepekkor. De ezt a felsínget nem vehetik fel, teszem azt, már délutánra a templomba, mert kell olyan elegánsan felöltözni, mint a délelőttére. Ez a kötény dukál hozzá, tehát a szatin felsín mellé somos ruhát szoktak kötni. Fiatalabb generáció már másként gondolkodik a vendégfogadásról. A hagyományt a modern, mai lehetőségekkel párosítja, pályázik, támogatást keres, persze mindezt amiatt, mert a megélhetést otthon képzeli el. Ez a ház, igen, ami itt volt. Ez egy régi csűr. Ez egy régi csűr. Nagyon-nagyon rossz állapotban lévő régi csűr volt, és megerősítettük az oldalait, átvettük, és így néz most ki. Volt egy nagyon öreg ház, amit elbontottunk azért, hogy megnyíljon a tér, és a fókusz az ugye a kis házikokon volt. Nagyon szépek. Benézhetünk? Igen, persze. Kívülről készen vannak, viszont egész amíg oda jutunk, hogy kulcsra kész ágynemű vendégfogadásra készen álljon, addig még eltelik egy hónap, körülbelül szeptember közepe az, amikor már az első csoport hivatalosan érkezni fog. Én a sátorhoz hasonlót szerettem volna, nagyon sokat voltam cserkésztáborban gyerekkoromban, és nekem egy álmom volt az, hogy kempinget, sátorozó, táborozó helyet hozzunk létre, és nagyon szerettem volna a házakat is erre a kis sátras dizájnra építeni, ilyen kis kuckó. Szék, az egykori sóbányászatáról híres mezőváros, most már csak kisebb-nagyobb sósvízű tavai és a sósmezője révén őrzi az egykori alapfoglalkozás emlékét. A sokféle betegségre javallott sósvíz azonban egész nyáron odavonza a gyógyulásra vágyókat. Akik ugye Kolozsvár irányából jönnek Székre, az az első dolog, amivel találkoznak, ez a két tavacska. Egyik természetes kialakulású, másikat pedig mesterségesen alakította ki az önkormányzat. Akik fürdőzni szeretnének, akkor ez a hely erre alkalmas tulajdonképpen. A második, a mesterséges tó azért lett kialakítva, ugye, mert az első kicsit iszapos, és aki nem szereti ugye az iszapfürdőzést, annak inkább ez a tó ajánlott. Székiek viszonylag kevesen járnak ki, nyilván azért, mert ugye mindenki dolgozik a ház körül, és effektíven nincs idejük arra, hogy ugye ők itt fürdőzgessenek, viszont a környező városokból inkább nagyobb létszám gyűl össze, mint magából a faluból. Úgy tűnik, hogy Szék, a magyar szigetfalu a mezőség északi peremén, a sok-sok román többségű település közé beékelődve megtalálta a túlélés módozatát, és biztos úton halad. A környezet rendezett, a házak nagyok, a gazdasági jólét, amely mindig is jellemezte a székieket, nem szűnt meg. Sallai János polgármestertől próbálom megtudni, hogy valóban így van-e. Arra van a gondolatom örökön, mennyi pénzek jönnek be,
mert hogyha lenne pénz, sok mindent lehetne tenni. 27 éves koromban megválasztottak polgármesternek, és akkor eldöntöttem, hogy a községbe valahogy úgy kellene építeni a községet, hogy hát van egy büszkeségünk a templom, van az iskola, és egyéb fejlesztések. Tehát el kellett kezdeni a telefonhálózattal, azt ki kellett építeni, utána jött a vízhálózat, a gáz, és több mint 5 éve, 6 éve már próbálkozunk a szennyvízhálózat kiépítésével és a tisztító rendszerrel. Úgy állunk vele, hogy össze vagyunk kapcsolva a térségbe több községgel, és elég nehézkésen megy, de bízok benne, az idén meg lesz az építkezési engedély, vagy ősszel, vagy legkésőbb tavasszal elkezdjük. Próbálkozunk, hogy a kinézete is a községnek jó legyen. Tudjuk jól, hogy erős hagyományokkal, szép népviselettel, és komoly munkás emberek lakják ezt a települést. Tehát építőmunkások, és nagyon, nagyon híresek az egész országban. Mint családasszonyok a fehér népek, a nők, meg a férfiak, meg az építkezésbe. Így kívülről nézve nekem úgy tűnik, hogy rengeteget épült, szépült a falu az utóbbi időben, és hogy sokan választották azt, hogy itt maradnak a községükben, itt maradnak Széken. Ez így van, vagy ez csak a látszat? Ezekben a gyönyörű nagy házakban teljes családok laknak, vagy vannak olyanok, akik arra kényszerülnek, hogy máshol keressenek megélhetést? Vannak, akik elköltöznek, de úgy érzem, hogy az utóbbi 4-5 évben itthon maradnak a fiatalok. Úgy érzem. Nagyon sok az üres ház, eladó lakás, de úgy érzem, hogy kezdenek letelepedni a fiatalok. A polgármesteri hivatal előtt vállunk el, Sallai János még megmutatja, hogy szemben a közösségi ház található, ahol esketőterem is van, meg különböző összejöveteleket szerveznek. Valóban szépen, ízlésesen felújított épület a falakat a széki élet jellegzetes pillanatairól készített felvételek díszítik. Az egykori széki házak beosztását, jellegzetes bútorait, tűzhelyét a falu tájházában is megtekinthetik a turisták. A földdel felszórt szobák egy letűnt életmódot szemléltetnek, nem egy messzi múltról van szó. A legidősebb emberei a falunak, akik még ezt az életformát részesítették előnyben, nemrég hunytak el. Innen egy olyan fiatal vállalkozó lányhoz nézünk be, aki édesanyjával közösen 2-3 évvel ezelőtt fogott neki a munkának. Szabó Enikő a hagyományápolást egy újabb szintre emelte. Mindig szeretett hímezni, varni, de semmi akadályát nem látja annak, hogy az ne modern technikával készüljön. Az a különlegessége ennek, hogy olyan dolgokat is ki tudunk hímezni, amit mondjuk én kitalálok. Tehát megrajzolja egy nagyon jó barátnőm, amit épp szeretnénk, azt laptopon keresztül bevezetem, két programon keresztül, és utána eljut ehhez a géphez, és azt kihímzi. Tehát akár az arcomat is ki tudom hímezni, hogyha van elegendő cérnám. Nagyon fontos az, hogy addig, ahogy bejusson ide az alakzat, vagy bármilyen modell, ahhoz meg kell szerkeszteni két különböző programba, ami sokszor több időt vesz igénybe, mint maga a hímzés. Volt, hogy egy fél napot készítettem egy ilyen formát, és csak utána egy ilyen fél óra alatt ezt kihímzi. Igazából különbség van, hogyha jól megnézzük persze, hogy ez nem kézzel van hímezve vagy varva, hanem géppel, viszont már rátaláltam egy olyan hímzés formára, ami nagyon-nagyon hasonlít a kézihez. Tehát aki annyira nem ismeri, az nem biztos, hogy meg tudja különböztetni, hogy ez nem kézzel van varva. Elkezdtünk járni vásárokba, és oda folyamatosan kellenek új dolgok, meg mi próbáljuk kicsit összehangolni a hagyományost, mert hogy az anyagok az csak is természetes anyagokból vannak, tehát egyik anyagban sincsen semmi műszál, semmi ilyen plusz adalékanyag, hanem csak is természetes pamutvászonból, meg lenvászonból vannak. Kicsit próbáljuk összekeverni a hagyományost, a rusztikust, és a modernnel is egy kicsit. Ruhákat is készítünk, blúzokat, fiataloknak is, kicsit fiatalosabbakat is, idősebb korosztálynak is, és azokat hímezzük. Nagy Zsuzsa a középgenerációhoz tartozik.
ő még a valódi kézimunkát részesíti előnyben, viszont magyarországi fesztiválokon értékesíti termékeit, ahova online jelentkezik be, asztalt foglal, számláz, pályázik, mindezt az interneten. Ezekkel a kézimunkákkal Magyarországra szoktam járni, hagyományőrző kézműves fesztiválokra, vásárokba. Ott szoktam árusítani és értékesíteni ezeket a kézimunkákat, amiben van kalótaszegi, írásos párnahúzatok. Ezek szőttesek, a szövés az gyorsabban megy. Például egy ilyen takaróruha, ami kenyérruha, az 2 nap a szövése, amíg megszőjük. A széki varottas, ugye az rámán varottas, az nagyon időigényes, és azt mindig csak asztal mellé leülve lehet varni, mert a rámát rá kell tenni az asztalra, és úgy fel leültéssel lehet varni. Ezért nagyon szívesen megtanultam a kalotaszegi varottast varni. Ez is nagyon szép, és teljesen új dolog volt. Azért volt érdekes, hogy megtanuljam. Ezzel leülhetek akár a lépcsőre is, amíg pihenek, vagy a küszöbön, vagy kis széken, ezt mindenhol lehet varni, és ez is nagyon szép. És van rá érdeklődés. Van, aki messziről kiszúrja a viseletről, hogy székiek vagyunk. Ugye világszerte ismerik a széki népviseletet, a néptáncot, a széki népdalokat, de van egy olyan réteg, aki nem is tudja, hogy hol van Kolozsvár. Nem mondom, hogy székről jöttem, mert ez egy kis falu. Ha azt mondom, hogy Kolozsvár megyéből, van, aki azt kérdi, hogy az hol van. Magyarországon vagy esetleg más országba. De az olyan vásárokra többet nem megyünk vissza. Olyan helyekre járunk, ahol ismernek már, és tudják, hogy honnan jöttünk, és felismerik az igazi értékeket. Én ebben nőttem fel. Ezt úgy anyanyelvként elsajátítottam, hogy láttam, hogy édesanyám nyáron, ha esős idő volt, bejött a kérből, a kérben nem lehetett dolgozni, akkor vette a varót, leült és kézimunkázott. És én ezt nagyon szeretem csinálni télen. Ugye télen a földeken nincs munka, akkor ősztől tavaszig egész télen kézimunkázom. Nyáron meg, ha pihenek, vagy ha éppen nincs kinn a kérben munka, vagy ha esős idő van, vagy ha unatkozom, ha szomorú vagyok, akkor az felvidít, ha leülök és kézimunkázom, abba nagy örömemet lelem. A hagyományos kézművesek között egy férfi embert is meg kell említeni, hiszen ő az utolsó csizmadiája széknek. Annak ellenére, hogy ma már a népművészet egy újabb feléledésének lehetünk tanúi, Filip Mártont utolsó csizmakészítőként emlegetik. Messze földről vannak megrendelései, mert senki nem akad, aki átvenni a szakmát tőle. A csizmadia egyébként a széki banda primásaként is híres. Hosszú évek óta ő húzza a talpalávalót a legtöbb mulatságban, táncházban. A szokás is volt széken, hogy volt 3 utcában táncház, hogy például egy csipkeszegi elment Felszegre táncolni, és nem vehette el a táncházba, és nem vehette el egy felszegi lányt egyből, hogy gyere táncolni. Akkor a fiúk jól leverték volna. Hanem úgy, hogy megmondta egy odavaló fiúnak, egy felszegi fiúnak, hogy én avval, illetve lányjal, Sári, Rózsi, Mari, nem tudom mi, avval akarnék táncolni. És akkor az a felszegi fiú elkezdett vegye a lányt, először ő, és akkor fordult vagy kettőt, és átadta a csipkeszegének, aki, úgyhogy ez úgy volt, hogy tessék itt a lány, nem hogy én oda menjek, és hama, gyere velem táncolni, mert jól leverték volna, többet nem lett volna kedve. Szerintem minden székinek van 2 pár csizmája, egy új, meg egy, amelyik már nem annyira új. Általában vőlegényeknek, mennyasszonyoknak, konfirmálóknak, mert széknek olyan 70% a református, úgyhogy azok még csináltatnak csizmát. A fiatalok tulipános csizmát, a tulipán az piros, meg zöld, de van kihímezve, és aki mondjuk olyan 50 évesnél idősebb, mármint nő, asszony, azoknak csak zöldel. És aki már 80 évesnél idősebb, annak már semmi, úgyhogy csak fekete. Úgyhogy egy női széki csizma nagyjából így néz ki. Fejül piros, meg a szára nagyon kemény. Annak kényelmetlen, aki kinőttes, itt szorítja a vádlinál a lábszárát, de így, hát mindenkinek méret után.
ha mondjuk nem is kényelmes, ami a valóság, mondjuk ebben nem lehetne heteket járni reggeltől estig dolgozni benne, hanem így templomba, meg táncolni, meg ilyen helyekre. De mindenkinek... Szóval ez olyan, ez a csizma, hogy méretet kell venni, és a láb után. Van akinek egy széles, van akinek keskeny, van akinek itt van egy bog. Meg én nem használok műanyagot. Például ennek a csizmának minden része tiszta bőr. Ez a külső része, a belső része. Ebből meg lehet élni, de csak megélni, meg gazdagodni. Nem érezhetjük át a széki hangulatot anélkül, hogy ne lépjünk be a református templomba, ahol évszázados történelmet lélegezhetünk be. A templomot, amelynek felújítására nemrég került sor, 1470-ben Mátyás király a Szentlélekről nevezte el. Ez az a hely, ahol a székiek minden évben birtalan napkor, augusztus 24-én a több mint 300 évvel ezelőtti tatár betörésre emlékeznek. A túlélés, a megmaradás azóta is a közösség legfontosabb célja. A református öntudat az megvan az emberekben. Túlnyomó részt a szék lakosság a kétharmadi részben, több mint kétharmadi részben református. És azért ragaszkodnak ahhoz, ami az övék. 70-es évektől kezdve akkor az iparosodás, utána meg az élet úgy hozta, hogy az ifjú házasok nagy része már nem itt vásárolt házat, vagy épített házat, hanem a környező városokba költöztek, ahol munkahelyet is kaptak. Több mint 90%-a gyakorlatilag 70-es évektől kezdve évente a friss házasoknak nem széken telepedett le. Ennek mostanra az az eredménye, hogy a közösség egy előregedő közösség. Az elmúlt év mozgását figyelembe véve elhalálozás, illetve születések aránya 47 a héthez. Tehát 47 temetése jutott 7 keresztel. És volt 13 konfirmandusok. Folyamatosan csökkenünk, de úgy gondolom, hogy nem széki probléma ez, hanem általánosan erdélyi és falusi közösségeknek a problémája. A tatárok elől a falu lakói a környező nádasokba menekültek. Ezeket a kiterjedt rejtek helyeket mutatja meg nekünk Kertész Zsuzsa. Ez a nádrezervátum ugye 2000-es évektől természetvédelmi területnek van nyilvánítva. Ez a Füzesmedencében helyezkedik el 505 hektáron. Különböző madárfajok élnek itt, olyan madárfajok, amik még csak a Duna-deltában élnek ilyen nagy számban. Beszélek itt a bölömbikáról, a fehér kócsagról, a szürkegémről, és sok más ehhez hasonló madár- és békafajokról. Egy kilométer hosszú falon lehet végig sétálni. Három különböző kis madárlesről lehet figyelni ugye ezeket a madarakat. Mi az elsőben vagyunk, és ezen kívül még van kettő. A tavak, a nádas egyfajta természetes határai széknek, amelyek védték a falut eddig is. Most pedig olyan látványosságként tartják számon őket, amelyek miatt érdemes a nézelődést már a falu határában elkezdeni. A sok-sok domb között meghúzódó szék igazi sziget a tengerben. Készült az RMDS kulturális főosztálya közreműködésével.